virágport eszik, és a virágpor kis szemcsébe, ugye mire a hatóanyag felgyülemlik, és mire annyit eszik, hogy a letális dózis a megfelelő legyen, nagyon sokat kell neki károsítani. Mindig elmondtam a kedves kollégáknak, hogy a biszkajával úgy kell dolgozni, hogy amikor már tudom, hogy, és itt jön az előrejelzésnek a fontossága, hogy amikor települ befel a rovar, már kimegyek 0,3-mal a hektár, liter per hektárral a dózis, akár gyümölcsösbe, akár repcébe, benne van a hatóanyag a növénybe, mert ez nem üt, hanem felszívódás következtében gyomorméreként hat, és legalább 280-300 liter vízzel átmosni a levélemeleteket, hogy minél nagyobb levélfelületen érinkezzem. Szoktam javasolni, hogy tegyünk hozzá olajat, ami segíti a tapadást, és bizonyán majd a piretroidoknál is fogom mondani, a pH-ját is, ha megváltoztatjuk, picit savasítjuk a pH-ját az adott oldatnak, akkor annak következtében a hatásmechanizmus gyorsabbá válik. Érdekességképpen hoztam ezt egyetemi anyagomból, hoztam, amit tanítok az egyetemen, abból raktam be ezt a diát, így próbálom segíteni, hogy hogyan tudom külön differenciálni a rovarokat. Érdekes, ezen szoktak nevetni a hallgatók is, és önöknek is egy titkot árulok el. Úgy lehet nagyon gyorsan pajor például külön differenciálni, hogy összegyűjtöm a pajorokat, hazamegyek, mikroszkóp alatt kihelyezem, és az ánusz szőrzetének alakulásából tudom meghatározni, hogy milyen pajor van az adott területen. Itt látható lent, az anális végnek a szőrzetéből tudom meghatározni a diagnosztizálás szempontjából, hogy milyen pajorral van dolgom a területen, és ez tényleg szakma, ez így történik. Látható a fejlődési menet, ezért szoktam mondani azt, nem kell a gazdának mindent tudni olyan mélységbe, de ismerje fel a kárképet, tudja, hogy milyen rovar van esetleg a területen, és utána egyből konzultáljon a szakember kollégával, hogy gyorsan megtörténjen a védekezés. Másik nagyon fontos és elgondolkodtató, mert nagyon sokan így gondolkodnak el, hogy fogok-e vetni napraforgót. Tessenek elképzelni, nem tudom, önök hallják-e a munkájuk során, hogy mondják a gazdák, hogy elgondolkodnak, hogy fogok-e vetni napraforgót, mert egyre komolyabb gondot jelentenek a pattanóbogarak, mint fontos polifák kártevő. Elhoztam az összeset önök. Megmondom őszintén, raktam, de úgy éreztem, hogy bemutatom önöknek csak, hogy hányféle polifák kártevő van a pattanóbogarakban, mert általában köztudatban az van, hogy pattanóbogár drótféreg. Nem! Csodálatos világ, és akkor erre tessenek figyelni, erre a fenti részre. 3 éves fejlődésű. Mondja a gazda nekem, hogy Józsi, tavaly búza volt, semmi probléma nem volt. Most napraforgó van, hol voltak eddig ezek a rovarok? Ezek a rovarok ott voltak a területen, és olyan titkokat fogok önöknek elárulni, hogy mi befolyásolja ezen a rovaroknak a jelenlétét, hogy csak önök fogják itt meghallani, senki más. 3 éves lárva és imágó alakba telelát, 3 évig károsít. Tessék megnézni a szerecsen pattanóbogár, fantasztikus rovar, jegyezzék meg, legyenek szívesek. Ezen rovarok általában a lárvájuk károsít, mert az imágójuk általában mindig virágporral táplálkozik, és ugye párzik, petézik, elpusztul. Mindig a lárva okozza a nagy gondot. Hoztam a sötét színű pattanóbogarat, tessenek oda felnézni a Bayer jel mellé? 5 éves fejlődésű. Elgondolkodtató, hogy mi a 5 évben visszakerülnek olyan növények ám a területre, ahol egyre komolyabb gond, és amikor azt hallom, a kedves kollega mondja, Józsi, ugye ki fognak vonni most is egy talajfertőtlenítőszer, ugye nem mondom, de tudják, melyikről van szó, és marad ugye 1, vagy éppen maximum 2, és amikor azt mondja az engedélyokirat, hogy 8-10-15 kg mennyiséget szórunk, és elmondják a kollégák, hogy Józsi, már a 15 kg mennyiség már nem dolgozik. Nem dolgozik, mert olyan szintű rovar nyomás van per négyzetméterbe, ami 5 éves fejlődés. El tetszett gondolni, hogy 5 éven keresztül mit tudnak ezek károsítani az adott területen? Tessenek megnézni a klasszikus mezei pattanóbogárnak a jelenlétét. 4 éves fejlődésű rovarról van szó. Fantasztikus, és el fogom mondani, hogy én ezt hogyan felvételezem, de csak tényleg röviden. Mert itt van a vetési pattanóbogár, 4 éves fejlődésű, és még csak sorolom a pattanóbogarakat. És itt látható a kártételük, valódi drótféreg a lárvája, szakmailag az a neve valódi drótféreg, és ami nagyon lényeges dolog, tessenek megnézni, a károsításuk rettentő módon nagy, hektárszámra képes elpusztítani,
a napraforgót, kukoricát, és szinte a növényeknek az élettevékenységét leállítja. Elhoztam ezt is, mert ez az egyetemen nálam beugró kérdés, a differenciálás. Aki ezt nem tudja, sajnos megbukott. Szeretném elmondani, hogy mi a különbség, hogyan tudom a drótféreg, és ugye a nagyon lényeges az áldrótféreg közötti különbséget, ez alap. Alap, és ami nagyon lényeges dolog, fantasztikus ez az ökológia, természet, hogy miért hívják pattanóbogárnak a pattanóbogarat, ez csak érdekességképpen mondom el, mert van egy tüske, egy kitin tüskéje itt, egy pattanókészülék, próbálják, én nagyon sokáig játszadoztam gyerekként vele kint a tanyába, kiraktam a pattanóbogarat, és azt játszottam, beraktam 10 darabot, és akkor versenyeztettem, hogy melyik ugrik hamarabb, és akkor utána ő volt a győztes. Tehát nagyon lényeges dolog, ez a lényeg, tessen megnézni a lárva tekintetében, az áldrótféreg nem kemény, hajlik, míg a valódi drótféreg, azért hívják drónak, szinte törve törik, tehát röcsögve lehet összenyomni, és ami nagyon lényeges, a fej, a fejállás, és ezért kérek mindenkinek, ha van, ha kell, én adok mindenkinek, osztogatok, legyen mindenkinél nagyító, higgyék el, a zsebbe legyen nagyító, nem nagy dolgok, én is hordom ki magammal a táskát, legyen nagyító, annak érdekében önöknél is kint, egyből felismerem, hoppá, ez valódi drótféreg, ez áldrótféreg, jó, tehát a nagyító mindig legyen a zsebbe. Nagyon lényeges dolog, ha viszem tovább a gondolatot, elhoztam a lepkéknek a világát is, erről is egy párat szeretnék csak bemutatni. A vetési bagolylepke, ugye kettő nemzedékes lárvalakba tele lát, ő bizony nem is a lepke károsít, jegyezzék meg nagyon részt, hanem inkább általában a lárvájuk. Itt látható a felkiáltó jeles bagolylepke, ő a szárnyukon levő rajzolatból látható, ő az, aki károsít. És legyenek szívesek megjegyezni, azért próbáltam így készülni, hogy elgondolkodjunk el, hogy ugye szerek mennek ki, hogyan tudunk hatékonyan, visszakerülnek növények a területre, és a mocskos pajor, jegyezzék meg, nem pajorról van szó, pajor, ugye az egy teljesen más rovarnak a lárvája, ugye ő ez hernyó, csak népi elnevezés a mocskos pajor, így néz ki, tessék, megnézi, gyönyörű szürke színe van, egybeötvöződik a talajszínével, és rettentő komoly károkat okoz. Gyapottok bagolylepkét. Ugye ő nem volt eddig nagyon jelen, és egyszer csak megjelent az országban, először picit megtelepedett, majd emlékeznek rá, nem tudom, önök még nagyon fiatalok, de 2003-ban volt egy olyan hatalmas gyapottok bagolylepke járvány, invázió, hogy a napraforgóktól kezdve mindent összekárosítottak, és bizony ez a rovar, azért szeretem példának mutatni a gyapottok bagolylepkét az egyetemistáknak is, mert ez a rovar mutatja azt, hogy hogyan lehet adaptálódni Magyarországon. Szinte már lassan polifák kártevővé válik, mert már a kertészeti kultúrában szinte minden növénybe, üvegházakba is, ugye oda tekintek a kolléganőkre, már komoly gondokat okoz. És ezt szeretném önöknek zárásként bemutatni, hogyha hogyan lehet differenciálni a lepkéket, és ami nagyon lényeges, ez fénykerülő és fénykedvelők. Itt kezdődik igazából az előrejelzés, a szakmaiságunknak az alapja, hogy tudom, hogy az adott időszakban mi okozta a károsítást, mert az a rovar nincsen kint, ő este jön elő, a másik nappal jön elő, jó? Tehát tetszenek érteni? És a rajzolatukból tudják önök nagyon gyorsan a helyszínen, nagyító mellett, meghatározni gyorsan, hogy milyen lepkével küzdünk a területen. Kérték itt többen, akikkel beszéltem, hogy ha már jönnek a károsítók, nem szabad megemlékezni, hogy elmaradjon a rágcsálókról. Nagyon szeretem a rágcsálókat, azon belül is háromat szeretnék bemutatni, három dián. Kérem önöket, hogy gondolkodjunk el, és olyan érdekes adatok vannak ezen a dián, hogy legalább egyszerre látják így, hogy mit kell tudni a mezei pocokról, mit kell tudni a hörcsögről, mit kell tudni az ürgéről. Nagyon lényeges dolog, hogy ugye veszélyes kártevők, tehát igazából egyre nagyobb gondokat okoznak, hiszen a védekezésük ellenük is nehéz. Ami lényeges, hogy bizony meg kell tudni különböztetni, a mezei pocok nem egér. Tehát a szakkifejezést szeretném elmondani, hogy a mezei pocok nem egér, az mezei pocok. Nagyon lényeges dolog, és erre tessenek figyelni, hogy mennyi mennyiséget tud egy hörcsög begyűjteni,
mekkora mennyiséget tud egy ürge, és általában ez a lényeg, a mezei pocok nem raktározik. Kinyitottak a fészkek, tehát már én a hétvégén készülve erre az előadásra, a mezei pocok után a hörcsögök nyitották, a hím hörcsögök kinyitották a fészküket, már elindult kedvező számukra a feltétel, és a gradációjuk összeomlásához az időjárási tényező nem kedvezett. Tehát gyönyörű az időjárás, rettető módon tudnak szaporodni, mindent tudnak károsítani, gyümölcsöt, zöldséget, paradicsomot, polifák kártevőnek szinte lehet tekinteni, és ezt tessenek megnézni, és ez a záródia, ez az elgondolkodtató, hogy tessenek megnézni a szaporodási rátájuk milyen intenzív. Míg tessenek megnézni a mezei pocok, hat hétre ivarérett, minden évben a márciusi hónaptól 4-6-10 csupasz fiókát vet, 3 hetes a vemességi idő. Elgondolkodunk, hogy milyen reprodukcióra képes? Ott a hörcsög, az általában látható, hogy április-májusban, hónapban kezdi meg ugye a fiókáknak a megellését, és a vemességi idő 3 hét. Tehát intenzíven tudnak szaporodni, míg a ürge az annyira erre nem tudom, annyira nem jellemző. Ja, és a mezei pocok 2 évig tud élni, ha kedvező a feltétel, a hörcsög 6-8 évig képes élni, és az ürge pedig 5 évig képes élni. Ez is elgondolkodtató. Nagyon lényeges dolog, és behoztam pár képet, őről van szó, tehát ő a mezei pocok, ő a hörcsög, és ő pedig az ürge. Gabonafélék főkártevői esetében, és itt már beszeretném fűzni majd a Bayer termékeket is, nagyon lényeges, egyre komolyabb gond nem csak a gabonaféléknél, a levéltető probléma. A levéltető megjelenik a rózsán, a levéltető megjelenik a gyümölcsösbe, szinte minden növényen. Óriási gond, azt tanították még nekünk, hogy 8-10 nemzedékes a levéltető. Szeretném elmondani, ezt már felül lehet írni. A tavalyi évben is látható volt, novemberben is volt még levéltető probléma. Sanyéknál voltunk kint a területen, ott jártuk, és október vége, november elején még levéltetvek hemzsegtek a gabonán, illetve a repcén, és még azt mondjuk, hogy 10 nemzedékes, én erre azt mondom, nem, már 12-15 nemzedékes is tud lenni ez a rovar, mert kedvező számára a feltétel. De közben vonjuk ki a hatóanyagokat, vonjuk ki a tartalomhatású klorpirifosz, klorpirifoszmetil hatóanyagokat, vonjuk ki a biszkaja, aminek tartalomhatása van, vagy a Proteus nevű terméket, aminek ugye kontakt és tartalomhatást is biztosít. Látható a zselnicimegy levéltetőnek a kártétele, vírusvektorok, nagyon lényeges vírusvektorok, óriási gondot idéznek elő. Elhoztam a veresnyakú árpabogárnak a kérdését, hiszen itt ugye akár a Decis megállt 0,15 liter per hektáros dózissal, akár a Proteus 0,75 liter per hektáros dózissal lehet alkalmazni, és bizony, őről tudni kell, hogy kolóniában rejtetten csendbe jelenik meg, bent a tábla közepén, és utána akkor veszik nagyon sokan észre, amikor felállnak az autó platójára, és betekintenek, hogy hoppá, ott egy komoly fehér folt látható, vagy a kedves permetezős kollégák jelzik, hogy ott benn már kezdődő folt alakul ki, mondjuk lomtrágyázás vagy gyomirtás után. Tessék megnézni, a kukoricáról is hoztam egy pár képet. A kukoricánál egyre nagyobb gond a barkó kérdése. A polifágokat említettem, a barkónak a jelenléte. A kukoricabarkó és a hegyes farkú barkónak a jelenléte. Itt jelenik meg az okszerű csávázószer hiánya, itt jelenik meg a talajfertőtlenítő problémája, és itt jelenik meg az, hogy ugye látható, hogy ő egy nemzedékes, ő és egy éves fejlődés, ő 2 éves nemzedék, és lárva és imágó alakba tele lát. Elhoztam a muharból, hát Szentesre is kihívtak tavaly, már a nagy állományba olyan szintű hemzsegtek rajta a bolhák, és ez is mit hoz? A környezetváltozás következtében tudnak alkalmazkodni ezek a rovarok, és tessék megnézni, a levélen hámozgatások, szúrópontok, szúráspontok láthatóak, és szinte megráztuk a kukoricát, az ekkora kukoricát, és hemzsegett benne a muharbólha. Tessék elgondolkodni, hogy hogyan alkalmazkodnak, milyen kártétel tudnak okozni ezek a rovarok. Nem tettem be a kukoricabogárnak az anyagát, mert az ismerős, illetve ha szépen be tudom tartani a vetésváltást, akkor nem okoz akkora gondot, de annál nagyobb gond a kukoricamolynak a kártétele, a gyapottok bagolylepke kártétele. Tessék megjegyezni, 1-2 nemzedékes lárva alakba telelát növényi maradványba, és itt gondolkodok el hangos, miért veszélyes a talajon levő rengeteg szármaradvány.
Bele tetszett gondolni? Mikor ugye meg volt határozva, kimondta ugye a régen is a törvény, május 15-ig a kukorica csutkaszárakat el kellett távolítani a területről, hiszen ugye már gócként jelentett a kukoricamolynak. Mekkora gond a rengeteg szármaradvány kérdése, ami ott lehet a talajon, mint egy vektor annak érdekében, és bizony ennek a rovarnak az előrejelzése kulcsfontosságú csapdázása. Napraforgóról hoztam egy pár képet. Egyre komolyabb gond a napraforgóknak a vetése utáni, nem csak a vadaknak a jelenléte, hanem a barkó kártétel. Voltam tavaly több helyen, ahol a barkó elfogyasztotta a napraforgót. Ő a hegyes farkú barkó, és ezzel a kárképpel, ha találkoznak önök kint a területen, ez barkó kártétel. Más a kártétele a nyúlnak, más a kártétele a szarvasnak, őznek, és más a kártétele mondjuk a mezei pocoknak. Ez a kártétel, ez barkó kártétel, ami lecsipkedi a szikleveleknek a kicsi szeletét, és így ilyen rojtossá varázsolja. Itt jelenik meg egyre erősebb a levéltető kártétel, és itt megemelem, és kiemelem azt a tényezőt, a méheknek a védelme, hiszen általában a levéltetvek a napraforgóban csillagbimbós állapotban jelennek meg, és ugye mint vektorként akár a fekete sárga és az oleander levéltető komoly szúrás, szívás problémákat okoz, megfogja, leállítja a növény növekedését, stresszbe hozza, szinte eltorzul a növény, és komoly gazdasági károkat idéz elő. Utoljára még ezt a képet hoztam, ez pedig tessék megnézni a bodobácsokba tartozó rovarok és a mezei poloskáknak a kártétele napraforgóba. Itt a Biszkajának a jelenlétét még ebbe az évben utoljára tudják alkalmazni 0-15 liter per hektáros dózissal, mellé tapadónak a hozzáadásával, annak érdekében, hogy a méhek védelme az szent dolog. Tessék megjegyezni. Őszi káposztarepcét én azért szeretem, a szántóföldi növények királynőjét, mert rettentő módon ott kell vele lenni. Pista bátyámmal beszéltük, ugye, hogy állandóan kin kell lenni a repcébe, tehát folyamatosan jelenlétet igényel, udvarolni kell neki, mint a nagylánynak. Nagyon lényeges dolog, csak pár rovart hoztam, és egyre nehezebb lesz majd a repcetermesztés, higgyék el. Melyik a környezet szennyezőbb, ha majd elindulok vetés pillanatától szinte menni kell, decis megával, piretroid, deltametrin hatóanyaggal, például a bolha kártétel ellen, itt látható a kártétel, egy nemzedékes imágó alak és a növényen jelenik meg a bolha kártétele. Itt látható a repce gyökér gubacsormányosnak a kártétele, alattomos, egyre komolyabb gondot okoz, ki kell emelni a növény, megmosni a gyökerét, és láthatóak a tünetek, itt látható a növényi maradványokon. Amit említettem és amit mutattam a saját kis területeinken, a repce vagy mustárdarázsnak a kártétele 2 vagy 3 nemzedékbe nagyon komoly gondot okoz. Ez ellen ugye hányszor kell majd egy piretroiddal vagy egyéb kisebb tartamhatású szerrel kimenni, ami rendelkezésre fog állni. Ő a káposzta levéltetőnek a jelenléte, mint vektorként, és ezt pedig most kérem önöket, hogy tessenek figyelni a sárgatálak, ragacslapok kihelyezésével, a repceszár ormányosnak a jelenlétét és a nagy repce ormányosnak a jelenlétét. Jó, tehát lokálisan már megjelent, valaki 15-öt is, én is 15-öt is számoltam a sárgatába, valaki a sárgatára esküszik, valaki a ragacslapra, tehát nagyon lényeges, tegyük ki, annak érdekében, hogy az előrejelzésbe alkalmazzuk ezeket a dolgokat. Repcefénybogár a virágzáskori probléma, nagyon nagy gond lesz majd a rezisztencia kérdése, mert bizony már kimondható, hogy a repce fénybogár rezisztencia tüneteket mutat hatóanyagokra. Erre a német repcetermesztők már vizsgálták, és a növényvédős kollégák. És itt van a repce becőormányos kártétele, ez az, amit nagyon sokan a végén elengednek. Megtörtént a repcének a virágzáskori védelme, majd később megjelenik a repcebecőormányos, és a repcebecőormányos után pedig megjelenik a repcebecő szúnyog. És ekkor alakulnak ki az ilyen torz becők, ekkor alakulnak ki a pici szemek, és ha megüti valami ezeket a becőket, egyből szétnyílik, és ugye azt a pár maradék magot is elszórja. Itt látható a repcebecő gubacs szúnyognak a kártétele. Tehát káposzta légy, amit említettem, egyre komolyabb gond, kérem önöket, hogy figyeljenek oda erre a kártevőre, 3 nemzedékes bábalakba telelát a talajba, és a 3. nemzedéke okozza számunkra a legnagyobb gazdasági kárt.
És ami nagyon lényeges dolog, beleraktam egy 2-3 diát, az, hogy mi segíti a rovaroknak igazából a támadását és az élet körülményeit. Ez egy titkos diámat szeretném önöknek megmutatni, és itt kezdődik majd a közös gondolkodás, hogy tessék meg, megfigyeltem, különféle talajoknak a pH-ját méregetem már 4 éve, tessék megnézni, hogy a talajnak a pH-ja erősen hat a drótféreg, a pattanóbogárfajok lárváira, és a 4 és az 5,5 pH-t kedvelik a legjobban. Jó? Ez azért fontos, mert nem lesz nagyon mivel védekeznünk már, ezért próbáljuk ezeket a tényezőket figyelembe venni, egy kis saját tapasztalataimat osztom meg önökkel. A talajnak a szerves anyag tartalma miért fontos? Miért például egy szalmásabb területen, humuszba gazdagabb területen jelennek meg a rovarok, jegyezzék meg, legyenek szívesek, hogy például a kártevő drótféreg és a pajollár az első két fejlődési stádiuma is ezt fogyassza. Tehát ezek a rovarok szerves anyaggal táplálkoznak, és itt jelenik meg a pH, itt jelenik meg a talaj szerves anyagtartalma, ami befolyásolja a rovaroknak a fejlődését. Nagyon lényeges dolog a talajnak a széndioxid tartalma. Tudjuk azt, hogy a talajlakó kártevők általában a gyökérből kibocsájtott különféle gyökérsavak, széndioxid és egyéb maga a talajnak a széndioxid tartalma, megfigyeltem, ezt is kis teleken beállított kísérletbe, hogy a májusi cserebogárpajor egy hónapig is képes elviselni a széndioxiddal telített levegőt. Ezt úgy csináltam, hogy ezt csak önöknek mondom el, hogy befőtt üveg, már otthon szüleimnél van ez beállítva, már mindenki menekül, mert most meg 5 literes üvegben poloskák vannak. Tehát szeretném elmondani, hogy ott van a beállítva, és széndioxidot engedek be a befőttes üvegbe, és ott van a talajba benne a pajorok, és így vizsgálom, mérem, hogy hogyan, meddig képes élni, fejlődni. És ezek saját megállapításaim, amit nagyon szépen be lehet építeni.